2015-ben a magyarországi németek országos önkormányzata kezdeményezte, és a Németországi Szövetségi Köztársaság belügyminisztériuma támogatja azt a projektet, melynek keretében eddig összesen 11 német nemzetiségi tanösvény készülhetett el hazánkban, valamint egy országos német tanösvény is létesült Baján. A tavalyi 3 nyertes település közül az egyik Mohács, ahol a 2021-es év végére készült el a tematikus sétaút. Nagyon örültünk annak, hogy itt Mohácson is kialakításra kerülhetett ez a német nemzetiségi tanösvény, mert tudható, és most az anyag kidolgozásával egyértelműen megállapítottuk, hogy a mohácsi németség jellemzői azért nagyban eltérnek a környékbeli, vagy akár a távolabbi sváb települések jellemzőitől, és ezeknek a tanösvényeknek éppen az a lényege, hogy a helyi jellegzetességeket emeljük ki, és azokat próbáljuk kihangsúlyozni. Hogyha Mohácsról beszélünk, azért is más ezek a jellemvonások, azért is másak, mint a falvakban tapasztalható jellegzetességek, mert hogy itt egy városról beszélünk, ugye, és az urbanizáció, a polgárosodás az befolyásolta minden nemzetiség, így a mohácsi németség életét is. A másik fontos dolog pedig, hogy a Dunaparton vagyunk, Mohács a Duna mellett fekszik, és ahogy minden nemzetiség életét, így a mohácsi svábok életét is, a Duna, a gazdaság, a megélhetés, a hagyományok tekintetében is nagyon befolyásolta. Ember, közösség, népcsoport. A mohácsi Dunapartról kiinduló új tematikus út e hármas egymáshoz való viszonyában irányítja rá a figyelmet a mohácsi németség letelepedésére és azon értékekre, jellemzőkre, melyek leginkább meghatározták az egykori telepesek és a mai napig meghatározzák utódaik életét. Az interaktív elemeket is felvonultató tanösvény bepillantást ad a németség több évszázados múltjába, kézműves kultúrájába, hangszeres zenéjébe, a német halászok munkájába, a sváb vízimolnárok által működtetett hajómalmok világába és az egykori Deutsche Gasse lakóinak mindennapjaiba. Minden állomásunk egy-egy személyiséghez fűződik. Az első állomáson Wilhelm Heinz Lenger nevéhez fűződik, vagy kapcsolódik össze a tábla tartalma. Ki is volt Wilhelm Heinz Lenger? Hogyha megnéznénk a mohácsi halotti anyakönyv kivonatokat, akkor az 1770-es évben itt a táblán fél évnyi halotti anyakönyv kivonatot tartalmazhatunk, vagy láthatunk, és az 50 szereplő bejegyzés esetében 9-ben olvasható az ex-Germania, ex-Franconia, ex-Lothringen kifejezés, tehát ezt mutatja, hogy az 1770-es években nagyobb számban érkeztek ide német telepesek, közülük az egyik 1770. április 30-án érkezett Wilhelm Heinz Lenger, akinek Petrus nevű kisfia, hogyha velem olvasnak, Petrus Wilhelm Heinz Lenger filius ex Germania proficiensis, tehát Germániából származó, in navi morted, meghalt a hajón 3 évesen. Tehát az ő Wilhelm Heinz Lenger ide érkezése egy családi tragédiával is összekapcsolódik. A második állomáson megtudhatjuk, hogy a hajómalmok közül 120 éve 27 működött a Duna városi szakaszán. Kenyér helyett tésztát ettek a halas ételekhez is, aztán így vált hagyománnyá Mohácson a halászlé fogyasztása gyufatésztával, és hogy az utolsó hajómolnár Herger Röder János 1952-ig őrölte itt a gabonát. Egészen tavasztól, tavasszal elővontatták a hajómalmokat a jégmentes öblökből, és megkeresték a Dunában azokat a vasláncokat, amelyekhez hozzá rögzítették a malmokat, és akkor éjjel-nappal folyamatosan ugye a sodrást kihasználva, felhasználva őrölték a gabonát. A parasztok, akik ide hozták a gabonájukat, nyilván szerették volna a saját lisztjüket visszakapni, ezért megvárták, amíg őrölték a gabonát, és az azt jelentette, hogy egy ilyen társadalmi élet alakult ki, hozták, vitték a híreket ezeken a hajómalmokon, mivel az őrlés egészen éjjel-nappal felügyeletet igényelt, ezért mindenféle lakhatásra szükséges dolog megtalálható volt a malmokban, tehát itt aludtak, itt főztek, itt tisztálkodtak. Sajnos az elektromosság előrehaladásával a 19. század végén, a 20. század elején, illetve a Dunán megnövekedett a hajóforgalom, és akkor a hajómalmok nagy többsége eltűnt. A II. Világháború előtt már csak 6 hajómalomról tudni, azonban a háború szele azokat is elvitte.
Hergelőder János megpróbálta megmenteni a saját malmát, és a meglékelt malmot elrejtette tulajdonképpen, és tavasszal megjavította, és újra üzembe helyezte. Azonban az 50-es évek elején a fémrészeket ellopták, ezeket még visszavásárolta a vastelepről, tehát mindenféleképpen megpróbálta működtetni a malmát, sajnos az utolsó időszakban már csak a darálóként működött a túlsó parton, míg 1952-ben teljesen bevonták az iparengedélyét. A mohácsiak mindennapjait, életét, iparűzését is nagyban befolyásolja a Duna. A halászat, a vízimalmok, a dunai hajómalmok nagy szerepet játszottak évszázadokon át a németség életében is. A Duna minden nemzetiségnek, tehát a lakosoknak nemzetiségtől függetlenül megélhetést jelentett. Nagyon sokan foglalkoztak ugyanis halászattal, elsősorban azért, hogy a saját élelmiszer szükségletüket fedezzék. Azonban azok a mesterek, akik 5-6-an közösen nagy halászként közösen dolgoztak és vetették ki a hálóikat, illetve teljes megélhetésüket biztosítani tudták a halászatból. Az ilyen típusú mestereknek a nagy többsége azért német származású volt, ezt bizonyítják a különféle tanúsítványok és különféle tanodai bizonyítványok, illetve a céhek tagjai kellett, hogy legyenek. Általában a céhekbe tömörült halászmesterek inasokat is foglalkoztak, és a családban generációkra generációkra adták tovább a mesterséget. Egy ilyen halász generáció itt Mohácson az Éman család. Hogyha az anyakönyvi kivonatokat megnézzük, és az Éman névre bukkanunk, akkor ott több mint 100 éven keresztül mindig olvashatjuk a piszkátor, latinul halász, vagy halászmester, halászlegény, halászleány kifejezést, tehát ez az Éman család generációkon keresztül halászatból élt. Itt is egy kis interaktív feladatot tettünk ide, akit érdekel a dolog. A halászcsomókat lehet kipróbálni, tulajdonképpen a leírások alapján nagyon egyszerű. Ami ma a német mesterektől megmaradt, az a halászat nyelvében nagyon sok szót találunk, például a Terichplatz, vagy a Nádli, a tű, amelyek a szavakban, tehát megmaradtak a német elnevezések, és amelyeket még ma is használnak a halászmesterek. A mohácsi német tanösvény 4 további állomását következő műsorunkban mutatjuk be.